szörnyű kérdés ez, miképpen van, hogy mindaz az igazságtalanság, ami ma történik, meg van engedve. Jó lenne, ha most lenne a Jézus második eljövetele ebben a pillanatban. Ő erre konkrét választ tudna adni. De hát még nincs itt ez az eljövetel. Kérdés, hogy már Malachiás könyvénél tartunk-e, tehát annál a szellemi-lelki vákumnál, hogy a Bibliára, Ó és Új Szövetségre utaljak, amely vákumba berobbant a Isten ember, az egyetlen minőség, ami betölthette ezt a vákumot. De nagyon közeledünk ehhez a vákumhoz, ehhez a vákum atmoszférához. Maga a kérdés is ebből az előérzetből fakad. Nem most kezdődött ennek a kérdésnek a felvetődése. De ha a mi mai életünkre gondolok, ez a Keynes nevű híres közgazdász, akinek Adam Smith-szel együtt a mai korunk gazdasági, pénzügyi, tehát létünk mai életformájának a meghatározó konceptora volt, írja az egyik művében, nem szó szerint mondom, most egy kicsit az ördöggel kell szövetkeznünk, el kell felejtenünk mindazt, amit a vallások tanítanak, hogy ne legyél irigy, hogy ne legyél mohó, stb. Ahhoz, hogy az irigység és a mohóság és egyéb emberi tulajdonságok révén egy olyan életet a tömegek számára, a népek számára egy olyan életet tudjunk teremteni, amely a nyomort képes túlhaladni. Ez a gondolat, ez a bátor mondat, vagy gondolatsor, ez súlyos konzekvenciákkal járt. Egyszerűen azért, mert az ördöggel való szövetkezés az egyetlen, ami megengedhetetlen a világon. Az evangélium megírja, hogy amikor a sátán megkísértette Jézust, ennek több kérdésfelelet menete volt. Jézus még beszélgetett vele egy darabig. De mikor azt az utolsó ajánlatot tette a sátán, hogy neked adom a világ fölötti uralmat, csak velem tarts, Jézus válaszra sem értette, csak annyit mondott, hogy távozz tőlem, sátán. Na most ennek a gazdaságpolitikának, aminek a menetében él ma az egész világ, és hihetetlen hatalmi koncentráció jött létre, ez elfelejtette azt, hogy és mert azt mondta, hogy a sátánnal szövetkezünk egy kicsit, hogy ennek milyen következményei vannak. A következmények azok lehet, hogy testi jóléti értelemben, valamelyest hatásosak voltak. Bár ez is kétséges, hiszen az eltömegesedettség éppen arról mesél, hogy az arányok olyan nagyon nem változtak. Ha ennyi szegény volt, akkor sokszor annyi szegény lett. Márpedig a szegénység az a földi élet erkölcsi értelemben az egyetlen isteni pozíciója ma is. Közben az ember gondolkodása, a lelki állapota, az emberben, mint az anyag és az Isten közötti élő kapcsolatban, mint minőség, folyamatosan, fokozatosan hanyatlik, ürül ki. Ezt a világot, ahol az ördöggel szövetkeztünk, ahol az időben élünk csak, az időtlenséget nem ápoljuk magunkban. Márpedig az időtlenségben van, ami
eredetünk, otthona, és a mi majdani megérkezésünk, végső hona. Az a dimenzió, amire Jézus azt mondta, hogy az atyától való vagyok, és azért mondtam az elején, hogy tőle kéne megkérdeznünk a választ erre a helyzetre, hiszen az egyetlen olyan minőség, ami kikezdhetetlen minőség, amelynek, akinek a válasza, amely válasz egyedül kikezdhetetlen, akiben, ugye, hogy mondja a keleti bölcseret, hogy a bölcsesség a mindenek fölött való kikezdhetetlen tudás. Márpedig a teremtett világ minden dolgában egyetlen kikezdhetetlen bölcselet van, az a szakrális tanítás. A mi válaszunk ma, itt Magyarországon csak szomorú válasz lehet. Egyszerűen azért lehet szomorú válasz, mert egy olyan országban élünk, ahol, ami a hadak útja, évezetek óta, és csak akkor volt magára találás, akkor volt szellemi, lelki és ilyen értelemben közösségi hierarchia, amikor a saját lábára tudott állni ez a nép, ez a kultúra és ez az ország, illetve pontosabban az országtól kezdődően maga a jelenség, a magyar jelenség, én ezt így szeretem mondani, hogy magyar jelenség, amely jelenség szinte időtlen, manapság egyre több olyan nagyszerű írástudó könyve jelenik meg, akik a nyomába eredtek a magyar írásnak, a magyar nyelvnek, a magyar gondolkodásnak, a magyar ízlésnek, és kiderül, hogy az egész civilizációnk tanulhatna ebből a jelenségből, amit mi magyarságnak, magyar nyelviségnek, magyar gondolkodásnak, magyar géniusznak ismerünk, aki ismeri. Akik foglalkozunk ezzel, és úgy érezzük, hogy nem szabad elválni tőle, nem szabad hűtlen lenni hozzá. Csak azon az alapon lehet megérteni ezt a hamvasi gondolatot, hogy az európai civilizáció gondolkodása ezen az áruláson alapul. Azon az áruláson, hogy nem mondtuk azt a sátánnak, hogy távozz tőlem. Ez még a katolikus egyházra is bizonyos értelemben érvényes, ami nem érinti a hitet, mint olyat, a keresztény hitet nem érinti. És ebbe belekényszerült a magyar kultúra, a magyar szellemiség, a magyar lelkiség is. Túlságosan átadta magát a tehetetlen anyag lustaságának, az anyagelvűségnek, a túlélés testi értelemben vett szempontjának, miközben kozmikus feladata van. Épp a nyelve, gondolkodása, ízlése, titkos mentalitása okán, amely mindig volt olyan erős és nagyszerű, hogy más kultúrák fiai lányai ide jöttek, és itt a magyaroknál sokkal jobban élvezték ebben a közegben való életüket. Németek, ruszinok, szlávok, zsidók, mindenféle fajták nagyon jól érezték itt magukat, mi meg nem becsüljük. Én úgy látom, hogy az isteni terv, aminek mentén működik az egész földi élet, egyik eszköze, halálos eszköze, annak a leváltása, ami eddig folyt a civilizáció előzménye és a mai gyakorlata vonatkozásában. Itt egy darabig széthullás lesz, mert meg kell semmisülnie annak, ami nem volt méltó. Vissza kell találni valamilyen módon az ördöggel való szövetségből az időtlen, az öröklé dimenziójához, a hithez, ahhoz a hierarchiához, amely kívül-belül tartja fenn az életet, a létet mi bennünk.
És azt hiszem, hogy a mi kultúránknak a sorsa is csak ezen az úton érthető, és ad némi reményt.